Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a győri Magyar Ispita kápolnában a kedves híveket, akik eljöttek, hogy közösen imádkozzunk, és szeretettel köszöntöm az EVTN Katolikus Televízió kedves nézőit, akik a világ legkülönféle pontjain együtt, egy szándékkal, egy szívvel, lélekkel imádkozunk. Az EVTN Katolikus Televízió missziójának, a küldetésének a beteljesüléséért, szolgálatáért, a dolgozóknak a feladatáért, hogy a Szentlélek vezesse minden gondolatunkat, szándékunkat, cselekedetünket a televízió programjai megvalósulásában és a hívek szolgálatában. Köszönetet mondok a Kondorosi Gyümölcsoltó Boldogasszony Egyházközség híveinek, akik az ajándékukkal, a könyv állvánnyal kedveskedtek a Magyar Ispita kápolnának. Az asztalosukat áldása kísérje, Szent József áldása kísérje.
Az elhunytak között imádkozunk Mészáros Antalért halála harmadik évfordulóján és az élő családtagokért. Imádkozunk most elhunyt Homoródi Adorjánné Paulina lelküdvéért és az élő hozzátartozókért. Varga Sándorért halála második évfordulóján, a Sali család elhunyt tagjaiért, Tóth László lelküdvéért és az élő családtagokért, Rimóci elhunyt szülők, testvérek és hozzátartozók lelküdvéért és az élő családtagokért. Elhunyt Mercedes lelküdvért, Ildikó testi-lelki gyógyulásáért és Mártin egészségéért. Imádkozunk elhunyt Csepüsné Éváért, Németné Pozsgai Kingáért, Pannikáért, Zitáért, elhunyt Paula nővérért. Imádkozunk Halászné Ilike gyógyulásáért, nagybeteg Béli Elnő gyógyulásáért. Imádkozunk a soproni nézőnk, valamint beteg Edit műtőn utáni földgyógyulásáért, a Domonkos családért, szülőkért és Anna Máriáért, gyermek áldásért, egy testvér lelki gyógyulásáért, két súlyos beteg édesapáért, 91 éves Reindl Józsefért, Gröber Tamásért, 12. születésnapjáért, Isten éltesse az egész családot. Imádkozunk betegeink gyógyulásáért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Beteg Márta, Lajos, Ilona, Erzsébet, Anna, Viktor, Ilona gyógyulásáért, illetve az EVTN televízióba telefonálóknak Isten áldásáért a sokféle problémájukban, amiben kérték az imáinkat és a segítségünket, és külön kívánjuk az áldást azoknak, akik az Angelika nővér könyvet már idáig is megrendelték, vagy már buzgón olvassák. Nagyon sok lelki élményről tanúskodnak, ennek nagyon örülünk, és kívánom, hogy terjesszék ezt a könyvet, Angelika nővérnek a gondolatait, ami nagyon fontos áldás az egész ország számára. És imádkozunk a december 8-án fölszentelésre kerülő kápolnáért a Szent Anna réten és a mögötte álló engesztelő mozgalomnak a szolgálatáért, az üdvösségünkért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, légy irgalmas hozzád könyörgő néphedhez, és Szent Cecília szűz és vértanú közbenjárására hallgasd meg jóságosan imádságunkat.
a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr: íme én kivezetem őt a pusztába, hogy szívéhez szóljak, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, mint azokban a napokban, amikor feljött Egyiptom földjéről. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal és igazságossággal, jósággal és könyörülettel. Eljegyezlek magamnak hűséggel, és te majd megtudod, hogy én vagyok az Úr. Ez az Isten igéje. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, Uram. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, Uram. Hallgass meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Fogadd el imámat, ajkam nem mond hamisságot. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, Uram. Szárnyad árnyékában oltalmaz a gonoszoktól, akik szorongatnak. Én azonban igazságban látom meg arcodat, midőn felébredek, betölt engem színed látása. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, a világból, hogy menjetek és termést hozzatok, és termésetek meg is maradjon. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták: nem lehet,
nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az Úr Jézus a megtestesülésétől kezdve azért érkezett hozzánk, hogy visszaállítsa a teremtés eredeti rendjét. Vagyis, hogy az ember vendégként, megajándékozottként érezze magát itt a földön. Ami azt jelenti, hogyha belegondolunk, hogyha a végtelen Isten teremtette az összes atomot a világon, ebből pedig számunkra megszámlálhatatlanul sok van egy ilyen hatalmas univerzumban. Még a csillagokat is nehéz megszámolni, nemhogy azoknak minden atomját. De Isten minden egyes atomot szeretetből teremtett. Ettől kezdve nincs olyan, hogy van egy anyagvilág, ami közömbös Istennel és bárkivel szemben, és létezik csak úgy magától. Nincs egy olyan világ, ahol az ember azt mondhatná magáról, hogy én Isten nélkül is jól érzem ebben a világban magamat. Mert ez az egész világ mindenestől az Isten ajándéka, ezért minden egyes atom Isten szeretetéről és alkotó hatalmáról tanúskodik. És ettől kezdve az egyetlen normális magatartás az, hogy az ajándékot tisztelettel és szeretettel fogadom el. És így akarom viszonozni az én életemnek a titkát a Jóisten számára. És ebből következik, hogy az egymással való kapcsolatunkat is ennek az ajándékozó Istennek a szeretete határozza meg, tehát nem a saját törvényem szerint bánok az emberekkel kényem, kedvem szerint, a saját magam beosztása szerint, hogy ki tartozik lefelé és arra taposok, és ki az, akire fölfelé nyalok, ahogy szokták mondani, hanem az Úristen egy olyan világot teremtett, ahol minden emberi méltóságnak előtte egyenlősége van. És amikor erre tekintünk, akkor kezdjük érteni azt, hogy mit is jelent az, hogy a mennyek országa olyan, mint a 10 szűz. Tehát először is nem a 10 szűz személyéről van szó, hanem a mennyek országáról, ahol az embereknek a minden adottsága a Jóisten szeretetét hordozhatja. És ezt mindannyian kell, hogy tudomásul vesszük, ez az alap. A létezésünk titka, amiből az első lépés a köszönöm. És aki a Jóistennek nem köszöni meg az életét, az nem mondhatja magát normális embernek. Nem mondhatja magát toleráns embernek. Vagy mások fölé nem helyezheti magát azért, mert sok mindene van. Valójában az életünkben nem az az elsőleges célunk, hogy gyarapítsuk magunkat, és ezzel kényelmes életet, komfortos életet rendezzünk be, hanem az első az, ami, ahogyan az Úr Jézus megfogalmazza számunkra az imádságunkat, amikor kérik, hogy taníts meg bennünket imádkozni. Az első lépés az a Atya felé, hogy mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, vagyis a teljes dicsőségnek a boldogságában vagy jelen, szenteltessék meg a te neved, vagyis a te végtelen szentséged számunkra is szent.
a te végtelen kiválóságod számunkra is hódolatot ébreszt, imádást kíván a részünkről. Szenteltessék meg a te neved, legyen a te valóságod a mi életünkben is szent, és teljesítsük ki az a mi életünket is a te alkotó jóságod és szereteted, teremtő szereteted. És ebből következik aztán a többi normális dolog, ami ettől az alaptól kezdve, mert ez a vízszintes, ettől építjük föl a házunkat. Nagyon érdekes, amikor 16. Benedek pápa megírja a Spe Salvi, a reméről szóló enciklikáját, és elkezd benne beszélgetni arról, hogy a francia forradalom azt mondta, hogy a hit magánügy, és akkor azt mondja a pápa, hogy jó, akkor nevezzük ezt vízszintesnek, és akkor építkezzünk rá. És hozza a filozófiai és irodalmi rendkívül széles látókörével, műveltségével mindazokat a dolgokat, amik ebből következnek, hogy a hit magánügy. És látjuk, hogy az egész összeomlik. És az egészből az ember tragédiája lesz, aki a maga tetszőlegességében nem csak másokat, hanem önmagát is tönkreteszi. Ahogyan az Immaculée Élbagiza könyvében olvastuk, hogy azok, akik az ő szüleit és testvéreit megölték, azt írja róla, hogy a bűnt választotta, és a bűn tönkretette az életét. A maga tetszőlegességével gyűlölte a tuszikat, megölte őket, és a gyilkossága visszahatott az életére, és teljesen tönkretette. Amikor eléje vezették, akkor egy rongyokban lévő ember érkezett oda, aki korábban válogatott drága öltönyökben járt, és a rongyai közül kilátszottak a sebei, amelyek ápolatlanok voltak, kezeletlenek, és emiatt annak a jegyeit ezt leírja, de ezt most nem fogom részletezni. Szóval egy romjaiban lévő ember volt, akin Immaculée a szülei és a testvérei gyilkosára, erre a szerencsétlenre úgy tekint, hogy megesik rajta a szíve, és sírni kezd rajta. És aztán majd megöleli, hogy megbocsásson neki, hiszen ezért érkezett a családja gyilkosához, hogy megbocsásson neki. Az országunk, a mennyek országa a tíz szűz hasonlatában, a mai állapotban, ebben a háborús helyzetben nem gondolkozhat másképp, csak szánalommal a bűnösök iránt. Ne tévesszen meg bennünket, hogy most a fegyverek arzenálját mutatják be, hogy övék lesz a győzelem és annak minden ígérete és igézete. A háború mindenkit tönkretesz. Emlékezünk vissza szegény II. János Pál pápára, aki halál előtt 2 hónappal mondja, hogy háborút soha. Mert én átéltem a háborút, és tudom, mi az. Háborút soha. Fiatalok. Mondom nektek, és nem tartottuk be a szavát, és itt vagyunk benne. És ha már benne vagyunk, akkor az egyetlen lehetőségünk az engesztelés, amire most az engesztelő kápolná végre fölépül, amiben az Úr Jézus és a szűzanya annyira kérték, hogy engeszteljünk, hogy megmeneküljünk. Nem a menekülésünkről szól az engesztelés története, hanem arról, hogy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És hogyha így tekintjük egymást, akkor nem jutunk el a háborúig. Tudnunk kell azt, hogy azok, akik jelenleg békét építenek, azokat meg akarják ölni. Meg akarják mérgezni. És egy ilyen gondolkodásmódban, ami a sátánnak az uralmát jelenteni,
amit hogyha következetesen végig gondoljuk, ez azt jelenti, hogyha nem a békét választjuk, hanem a háborút, az összes fiaink és unokáink mennek a háborúba, és nem jönnek vissza. Mondják az orosz-ukrán fronton, hogy aki belép arra a területre, ahol lőnek, 5 nap vagy 3 óra az életük. Nem jönnek vissza. Ezért a béke alatt nem pusztán csak a fegyverszünetet gondoljuk mi keresztények, hanem az üdvösségünk szerint ez az élet az Istené, és nem a miénk, és nem a háborújé. Ez az élet az Istené, és ezért az üdvösség szerinti erkölcsi rendben tartozunk egymáshoz. És ebben az üdvös rendben, amikor imádkozunk, akkor elfogadjuk az Isten szeretetét és áldását, és ki akarjuk osztani egymás számára. A szeretet láng, ami annyira aktuális, megvakítja a sátánt, és itt ne arra gondoljunk, hogy szegény sátán milyen rossz neki vakon, hanem a sátán el akarja rabolni az életünket. Azt mondta az Úr Jézusnak, hogy ez az egész világ az enyém, annak adom, akinek akarom, ha leborulsz előttem, akkor neked adom. Kié a világ? A sátáné? Mondja a megtestesült Istennek. Micsoda pofátlanság ez? És ugyanúgy hangzik a továbbiakban is. Máig. És ezzel szemben az engesztelés visz az isteni méltóságnak és hatalomnak az eredeti tisztelete. Akinek kijár az, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. És imádkozunk, hogy a kígyó, amely itt tekereg, ne jusson el odáig, hogy a mi hitetlenségünk vagy közönyünk miatt uralomra jut a gyűlölet, a kételkedés, az elvonatkoztatás. Olyan kritikák fogalmazódnak meg egymással kapcsolatban a hétköznapi életben, amit nem szabad folytatnunk. A pletykának, a leértékelésnek, a kétségbeesésnek hihetetlen hullámai vannak. És ezek a hullámok összeadódnak egymással, hogyha mi is bele kapcsolódunk. És a 10 okos szűz közül, azaz 5 okos, aki az olajat vitte magával, magába fogadta az Isten dicsőítését, és amikor az Úr Jézus érkezett, akkor mondta, hogy itt a vőlegény, és akkor bevonultak vele. A többiek pedig nem értették ezt meg. Rendkívül nagy a késlekedés a kétségbe esésnek, a békétlenségnek, a gyűlöletnek. Nagyon sokféle formája él a világban, és ezt nem szabad, hogy hagyjuk a világot a maga pusztulására, hanem szánakozunk rajta, és segíteni akarunk. És az Úr Jézus azt mondja, hogy töltsük meg a korsunkat olajjal, vagyis hogy a világosság számára legyen pótlás a mi szívünkben az élő Istennel való kapcsolat. A kibeói szűzanya jelenések, amik a szeretet láng után 20 évvel voltak, Medjugorje után 6 hónappal, ezt a kibeói jelenést már lezárták, és nyilatkozott a Szentszék benne 2001-ben, és Lourdes és Fatima után a legfontosabb máriai jelenések közé avatta ezt az afrikai jelenést, tehát nem valami kis préri dologról van itt szó, hanem egy komoly tanításról. Azt írják benne, hogy amikor a kis látnokoknak, amikor érezték, hogy közeledik a szűzanya, egyszerre volt bennük valami rendkívüli öröm, és valami nagyon érdekes félelem. Tudnék, a gonosz lélek is ott volt, aki nyilván, hogy ezt az egészet semmisé akarta volna tenni, de amikor megélték a szűzanya közelségét, akkor olyan boldogok voltak, hogy azt korábban soha nem tudták elképzelni.
és a szüzanya figyelmezteti is őt, hogy az osztálytársaid és a barátaid nagyon távol vannak tőlem, és nem tudják megélni azt a szeretetet, amit annyira vágyakozok odaadni neki. Tegyél tanúságot nekik. És nem szabad elfelejtenünk, hogy aztán 1982. augusztus 15-én, amikor várták, hogy a szüzanya majd égi jelet ad, és nagyon sokan hozták a gyerekeiket, hogy majd meggyógyítja őket a szüzanya, helyette a Natali, a látnok felsikított, mert olyan dolgokat látott a jövőben, amit aztán teljesen pontosan úgy történtek, ahogyan halmokba, a több százezer halottat halmokba rakták föl, vagy látta a tagjaikat, végtagjaikat, ahogyan elkezdték aprítani a gyűlölők ezeket a tuszikat és a velük szimpatizánsokat. Valami döbbenetes hullám szabadult el, amiben ünnepelték a gyilkosságot. És a szüzanya előre sír és kér őket, hogy nem szabad, hogy gyűlölet legyen a szívetekben. Nem szabad, hogy Isten nélkül a szerencsére bízzátok a jövőtöket. A jövő nem a vak szerencséje, nem a majd csak lesz valahogy, vagy nem az, hogy engedheti meg az Isten a háborút, hanem hogy engedjük-e, hogy tért hódítson a szívünkben a szüzanyának az a kedvessége, jósága, amiben ünnepeljük az Isten kapcsolatát. Az engesztelés ebből az ünneplésből indul el, ahogy a jelenések is. És ez az ünneplés visz tovább, hogy az engesztelés által mentsük meg a lelkeket. Öt okos volt, és bevonult a mennybe, öt pedig balga, akik elkárhoztak. Bezárult az ajtó, és akkor értjük meg, hogy ez a világ, amit Isten nélkül gondoltunk a magunkénak, nincs többé. És az a boldogság, amivel körbevetettük magunkat a magunk rendelésére, nincs többé. Mindaz, amely az Isten nélkül van, a kárhozat, a maradandó és örök gyűlölet. Szent Cecília, aki a római birodalomban élt, és számon kérték őt a hitéért, és mint szüzet gyűlölték a hitetlenek és a pogányok. Ő azonban, amikor virradt a hajnal, és kivezették a kivégző helyre, biztatta a katonákat, hogy tegyék a dolgukat, mert ő a mennyországba fog menni. És ez a csodálatos tanúság tétele arra indította a vőlegényét, hogy ő is, Tibor vértanú, ő is hívővé lett a mennyasszonya hite miatt. És ő is vértanú lett, és még a családból néhányan. Az öröm, a tanúság tétel beteljesedik. És ez a világ a maga megteremtésében hivatott arra, hogy elérjük a mennyországot, és akik nem akarnak tudomást venni a mennyországról, nincsenek többé. Pontosabban nem szűnnek meg, mert a létezésünk nem szűnik meg, hanem ha bezárul az ajtó, ahová nem iparkodtunk időben, elveszítjük az örök életünket. Könyörögjünk! Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket, ami Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet. Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket!
Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki nekünk Szent Cecília szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Aki gondját viseled hívő népednek, támasz közöttünk sok nagy lelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javaikért. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virasszunk, és lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Imádkozunk azokért a szándékokért, amit a Szent Mise elején fölolvastam. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Urunk, te kedveled a szüzességet, és megszenteled a hitvesek szeretetét. Teljesítsd kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szent Cecília szűzvértanú életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Cecília szűzvértanú hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hitte halljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, András püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Cecília vértanúval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Engeszteléssel így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban,
hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veled. Jézus Krisztus testének és Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Íme, jön már a vőlegény, jöjjetek az Úr Krisztus elé.
Szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztál engem. Krisztus kis szenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejtsen engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle, a gonosz szellemségtől oltalmazz meg engem. Halálom óráján hívd magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzá, és szent helyben dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata tegyen, fülünk együtt figyeljen csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajánlunk együtt könyörögjön, az Ön Atyához irgalomért. Amen. Jézus, tele van a korsunk olajjal, tele van a lelkünk a Te végtelen istenségeddel, aki szent megtestesüléseddel eljöttél közénk, és az oltári szentségben valóságosan jelen van, vagy hogy egyesüljünk veled. Tele van a lelkünk a Te kegyelmeddel, és várjuk a Te dicsőséges eljöveteledet, hogy a vőlegény, a Te dicsőséged bevonulásában örvendezhessünk veled, és már most is. Ebben az össze-vissza szétmorzsolódott és személytelenné váló világban Te egyesítesz magaddal, és Te egyesíted mindannyiunk szívét egymással. Aggódunk a világ sorsáért. Kérünk Téged, Jézus, légy irgalmas. Add meg a megvilágosodás kegyelmét értelmünknek, hogy fölismerjünk Téged, a végtelen Atyát, és fölismerjük egymást szolgálatát. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket. Add, hogy Szent Cecília szűz és vértanú példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a napokban jártam Bercelen az EVTN katolikus TV központjában, és láttam a sok száz borítékot, ahogyan az ottani segítők, a megrendelőknek a címeire borítékolják ezeket a könyveket. Nagy öröm töltött el engem ennek az érdeklődésnek a láttán, és hálásan köszönöm mindenkinek az élő kapcsolatát, ami így egyre szélesebb és egyre élőbb a nézők és a televízió
központja között, amiért hálás köszöntemet és gratulációmat mondom. És rendkívül fontos, hogy ebben a misszióban valóban egyre többen részesítsük egymást abban a tanításban, ami Angelika nővérnek egy Istentől megvilágosodott értelme és szíve volt, ahogyan a tanításában valóban dobogóvá élővé teszi a kapcsolatainkat. Kívánom, hogy ez tovább szélesüljön. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjatok békével. Hozzuk el Angelika anya imáját közösen. Ó Istenünk, menj és föld ura, egyedül téged illet a dicséret, hiszen általad jöhetett létre mindaz, amiért dolgoztunk. Add kegyesen, hogy ez az első katolikus műholdas televíziós hálózat egyházad ragyogó szépségét hirdesse a világban. Add, hogy fiadat, az örök igét dicsőítse ez a nagy ügy, amely csak is a te kezed nyomán jöhetett létre. Áld meg a műsorokat, melyeket sugároz, ahogyan a te szent igét belőled árad, ó Atyám. Ugyanez az ige jusson el mindazok szívéhez, akik ezt a szalót nézik, vagy hallgatják. A Szentlélek töltse el, és ihlessen mindazokat az előadókat, akik műsoraiban a te igazságodat és egyházat tanítását hirdetik. Töltsd el erőddel ezt a televízió adót, add, hogy általa az emberek életszentségre törekedjenek, egyházat terjesztésén buzgolkodjanak, bátran álljanak ki az igazság és az emberi jogok védelmében, és viseljék el türelmes lélekkel az esetleges üldöztetéseket. Atyai áldásod kísérje ezt a művet mindörökké. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmezd meg a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.